Nagy Sándor vagyok, és hát én is, mint a legtöbben, valamilyen másik embertől, valaki ismerőstől szereztem ismeretet arról, hogy mi is a sejtorvoslásnak az alapja. Számomra egy teljesen ismeretlen dolog volt, de azt mindig tudtam már a múltban is, hogy általában szeretném magamat távol tartani a gyógyszerektől. Ez egy régi családi megrögződés volt, csak az embernek a személyes tapasztalatai voltak hiányosak ezen a téren, és a baráti körünkben tapasztaltak alapján tudtunk megismerkedni én is, és a feleségem arval, hogy dr. Rátnak a kutatásai milyen eredményre vezettek. Különösen szimpatikus volt az, hogy sokat hangsúlyozta, hogy az ismeretei mennyire összevágnak egy régi magyar kutatónak, Szent Györgyinek a tapasztalataival, és hogy ezek a személyes tapasztalataink és a barátainknak a véleménye arról, hogy ők mit gondolnak és mit vettek észre ennek a tudományos eredménysornak az alkalmazásával, ez nekem is segített abban, hogy a saját problémámat megoldja. Az én problémám is átlagos, próbáltam minél jobban dolgozni annak érdekében, hogy jobban megéljek, és ezt egy banki munka keretében sikerült eljutatni odáig, hogy egy tipikus menedzser betegségre tettem szert. Ez a vastagbélgyulladás, aminek a különböző fájdalmai és a jelenségei vittek el az orvosokhoz. Az orvosoktól megtudhattam azt, hogy ennek az oka egyrészt az életmódom, ahogyan dolgozom, ahogy a stressz ér, de mellette a nem megfelelő táplálkozás, és itt tudott kapcsolódni az ismeretségemen keresztül a doktorát különböző vizsgálatainak az eredménye ahhoz, hogy hogyan kéne a rendes táplálkozást végezni. Sajnos meg kellett tudnom, hogy bármennyire is szeretném különböző zöldségekből, gyümölcsökből biztosítani azt a vitamin, illetve hát különböző nyomelemeknek a mennyiségét, amire szükség lenne. Ez ma, 2008 környékén volt ez a ma, 2008-tól akár a mai napig ez nem nagyon megvalósítható. És örömmel olvastam azokat a kiadványokat, azokat az eredményeket, amelyeket megkaptunk, és ebből kiderült, hogy van azért egyfajta megoldás, és hogy a celluláris medicina, a sejtalapú tudomány az tud válaszokat adni ezekre a problémákra, így az enyémre is. Nagyon örömmel tapasztaltam azt, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektet ez a kutatás arra, hogy azok az alapanyagok, amelyekből a különböző megoldási javaslatok vannak, akár az én betegségemre, akár mondjuk egy daganatos betegségre, ezek mind-mind természetes alapanyagokon nyugodnak. Tehát számomra ez nagyon fontos volt, hogy ne valamilyen vegyipari termékkel szennyezzem esetleg magamat tovább, hanem olyan dolgokat tudjak magamnak alkalmazni, amelyek ezt elkerülik. És az különösen tetszett, hogy az egésznek az alapja az, hogy egy mélyreható vizsgálat alapján az alapegységig, a sejt megyünk vissza. Nagyon nagy örömmel tölt el az, hogy tudom, hogy a saját szervezetemben nem különböző szerveken, különböző szervek problémáit és szimptomáit próbálom megoldani, hanem az alapvető probléma a helytelen táplálkozás miatt a sejtjeim helytelen működése. És hogyha ezekkel a természetes alapanyagokból előállított különböző vitamin és nyomelem összetételekkel tudom a sejtjeimet arra indítani, hogy ezek megfelelően működjenek, akkor idővel ezek a különböző problémák, legyen az egy rákos betegség, legyen az egy magas vérnyomás, egy szívbetegség, vagy akár a koleszterin kérdése kezelhetővé válik. Ez indított el azon az úton, hogy egyre mélyebb ismereteket szerezzek. Így tudtam a doktorát különböző tanfolyamainak anyagát elolvasva egyre jobb ismereteket szerezni, és hát ezt nagy örömmel próbálom másoknak is előrehetővé tenni, akár személyes beszélgetésekben, vagy meginvitálva őket egy-egy egészség szövetséggel kapcsolatos rendezvényünkre, hogy az ismeretet átadjuk, hiszen az ismeretterjesztés az igen fontos. Én személy szerint a saját munkám miatt is ezt fontosnak tartom. Tanárként azt gondolom, hogy az életünkhöz szükséges ismereteket, legyenek azok mondjuk a személyes tudományágam, a történelem, vagy akár az egészséges életmód, ezt át tudjuk adni, és én úgy érzem, hogy doktorát munkáinak eredményeképpen ezt is sikeresen végezhetem.